A rendelkezésre álló adatok szerint a két férfi Szolnokon a Liget utcánál található játszótérnél leszólított egy 20 és egy 21 éves tiszaföldvári férfi testvérpárt azzal, hogy cigarettát kérjen tőlük, de a férfiak mondták, hogy nincs náluk cigaretta. Ők jöttek kifele a bowling centernél a Liget utcánál Szolnokon a játszótér felől, odafordultak be, de mi nem értünk a saroknál, ők ránk fordultak. A testvérem jött fel, ahogy odaértünk, már automatikusan ütötték le seprű nyíllá, cirok seprűvel. Azt felfojtotta a falra, az egyik gyerek, azt kivett mindent rövidre. Ekkor a 27 éves férfi felszólította őket, hogy azonnal adjanak nekik oda mindent, ami náluk van, és ezzel egy időben a kezében lévő cirok seprű fanyelével, közepes erővel az arcán megütötte az idősebb testvért. Egy szolnoki játszótérnél megszólított egy tiszaföldvári testvérpárt, és cigarettát kért tőlük. A testvérek ezt visszautasították, ezért a két férfi az értékeiket követelte, majd nyomatékul az idősebbik férfi a nála lévő seprű nyelével megütötte az egyik sértettet, és dulakodni kezdtek. A testvérpár egyik tagjának zsebéből készpénzt és személyes okmányokat, míg másikuktól a szemüvegét vették el, majd közölték, hogy jelenjenek meg a közeli vasútállomásnál, és vigyenek magukkal további készpénzt, amiért cserébe visszakapják az okmányokat. A testvérpár bejelentést tett a szolnoki rendőrkapitányságra, a járőrök egy órán belül elfogták a két jogsértőt. Mintegy 15 perc elteltével a vasútállomáson újra találkoztak, de mivel a testvérek nem adták át a pénzt, a férfi sem adta vissza az iratokat, a helyszínről elment. A testvérek végül rendőrt hívtak, a rendőrök előállították a támadókat, ezt követően indult eljárás során. A nyomozási bíró az ügyészség indítványa alapján mindkét férfi letartóztatását elrendelte. A bíróság végzésével szemben senki sem jelentett be fellebbezést, az végleges.